Víz alatt állnak a termőföldek és a gyümölcsösök. Legalább 6000 hektár mezőgazdasági földterület vált használhatatlanná az elmúlt napok áradásai miatt Szerbiában. Ezeknek fele olyan, amely a tavaszi vetés előtt áll. Az állattenyésztő gazdaságokat nem érték jelentős veszteségek, mert az állományt már előtte elszállították a veszélyeztetett övezetekből. A közép-szerbiai Lucsani települést sok kár érte. Nem csak a mezők, de a háztartások és az utak is megrongálódtak ezen a vidéken. Az ország középső részén a víz magassága néhol meghaladta a 2014 májusában feljegyzett nagy áradás méreteit. Marko Blagojevic, az állami beruházások irányításával foglalkozó hivatal igazgatója elmondta, a köztársaság az elmúlt két évben 3 milliárd eurót költött a megelőző infrastruktúra kiépítésére Szerbia szerte. A kárfelmérés előzetes eredményei szerint az elmúlt napokban Szerbiában mintegy 700 lakóépület károsodott a víz miatt. Az elöntött területekről lassan húzódik vissza a víz. A szerb kormány kedden a köztársasági válságtörzs javaslatára hatályon kívül helyezte a rendkívüli helyzetet az ország teljes területén. Az állam 290 millió dináros támogatást látott elő az árvízkárosultak megsegítésére. A lakóépületek helyrehozására 120 ezertől 600 ezer dinár értékű támogatást ígért a mezőgazdasági minisztérium, a gazdasági egységek pedig 240 és 600 ezer dinár közötti segítséget kaphatnak, amennyiben bejelentik a károkat. Az érintett termelőknek hektáronként 12 ezer dinár jár, mondta Snezana Bogoszávjevics Boskovics tárcavezető. A miniszter kiemelte, a 2014-es áradásokkal ellentétben az idén nem kerültek veszélyes vegyi anyagok a termőföldbe. Hozzátette, a csapatok továbbra is figyelik a helyzetet, szükség esetén gátat emelnek a kritikus pontokon.